4,4%-ot menetelt a Richter, miután erősödött az orosz rubel, és kedden Putyin arra utalt, hogy segítheti a gyógyszercéget. Ma reggel újabb hírrel jöttek ki. Az Evestra nevű kis texasi céget 5 millió dolláros kölcsönnel támogatják. Ezzel a céggel 2014. januárjában a Richter már együttműködési megállapodást kötött. Most arról szól a történet, hogy 3 év múlva a Richter választhat. Részesedést szeretne az Evestrában, vagy az Evestra fizesse vissza a teljes kölcsönt. Elsősorban nőgyógyászati termékekről van szó, azért is üdvözöljük ezt a lépést, mert a Richternek ez a termékvonala rendkívül sikeres már Európában, és további bevezetésekre is számítunk.